A Magyar Láposon született Kolozsváron élő és alkotó Valovics László festőt kérte fel a román királyi család, hogy megfesse Mihály király portréját. A mű elkészült, a király két lánya pedig ünnepélyes keretek között át is vette ezt a múlt héten a bukaresti Erzsébet palotában. Valovics László a gyakori kiállító közé tartozik. Kolozsvári tárlatain többnyire portréfestőként ismerhette meg a közönsége. A művész elsősorban az emberi arcukban rögzült sorsukat kutatja, hol több ülésben készülő portrékat, hol utazás vagy séta közben az elkapott pillanatot rajzolja meg. Ismerői rejtőzködő, háttérbe húzódó alkatnak tartják. Véleményét a világról, másokról műveiben formálja meg. Munkáit, portréképeit a román királyi család is látta egy kolozsvári kiállításon. Fel is kérték a művészt, hogy készítse el Mihály király arcképét. Nekem volt az ősszel egy nagy retrospektív kiállításom Kolozsváron a Bánfi palotában, a múzeumban, ahol szerencsém volt találkozni a királyi család vezető tagjával, és ott helyben kaptam ezt a felkérést, aminek szívesen eleget tettem, mivel hogy nagy megtiszteltetés, és ugyanakkor egy nagy szakmai kihívás. Rendhagyó módon sok időt vett igénybe a fényképeknek a tanulmányozása, nyilván, hogy fénykép alapján készült, de nagyon sok fényképet áttanulmányoztam, és próbáltam beleélni magam ennek a portrénak a belső tartalmában, a belső szellemi tartalmában. Remélem, hogy eleget tettem ennek a kérésnek, ez majd elválik. Az átadó ünnepségen jelen voltak Mihály király lányai, Margit és Mária hercegnők, valamint veje Rádó herceg. Az 1,80 cm magas, vegyes technikával készült olajfestményt Margit hercegnő leplezte le az Erzsébet palotában. Valovics László Mihály királyról készített portréja a Királyi Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja.